Média partnerünk a sport24.hu. Jó estét kívánok! Hello, Dávid, még mindig sportdiplomata akarsz lenni? Szántó Dávid a vendégünk, az ismert sportriporter. Azt hiszem nem, tehát én ezzel az álmommal leszámoltam egy pár évvel ezelőtt, hogy megmaradok sportriporternek. De az lett volna az igazi? Az volt a... Nekem kettő volt. Tehát, hogy én elkezdem sportriporterként, mert abszolút az volt az álom. Ja, hogy ez csak egy ugródeszka. És akkor majd, amikor elég öreg leszek hozzá... És még nem vagy elég öreg? Lehet, hogy még megvan mindig az álom, de úgy igazából nem űzöm. Tehát, hogy amennyire én űztem azt, hogy sportriporter legyek, úgy tettem most zárójelbe a második felét a dolognak, hogy majd egyszer sportdiplomata legyek. Van egy második rendkívül frappáns előre fölírt kérdésem is, de hogy megmaradtál-e ugyanolyan vigyorinak, mint amilyen ilyen voltál, és ezt most nem bántásnak lehet a vigyorit. Igen, de láttalak néha mostanában egy fél fokkal, na, akkor mondjuk így. Jó, komolyabb lettem. Mesélj! Hát figyelj, amikor mi megismertük egymást, igen, akkor voltam én 18, nem egész 18. A fenné volt, tehát 18, már bocsánat. Nem egész 18 voltam. Korkendezvényel nyertél felvételt. Igen, 17 és fél voltam, igen, akkor, amikor megismertük egymást. Most már iszonyat durva, de majdnem dupla annyi vagyok. Igen. Úgyhogy azért valamennyit változtam azóta. A vigyorgás... Nem jár vitustátszott a lábad? Ez idézett egy komoly tanártól. Azt írták neked, igen, hogy akkor leszel komoly ember, amikor... Igen, de ezt mindannyian így kezdjük szerintem egy tévéstúdióban. Bocsánat, valamit akartál mondani a mosolyról. Csak annyit, hogy a mosoly az megmaradt, és az a fajta habitus az ugyanúgy megmaradt. Most az, hogy nem így ügyargok, hanem már csak egy kicsit kevésbé, ahogy te mondtad, de lelohadni biztos, hogy nem fog. De jó. És amit mindenki megkérdez nyilván az első háromban. Mi a füleim? Igen. Na. Nem bőkén szemérmes, én is megkérdezem. Ugyanúgy megmaradtak. Kis túlzásra, várj, volt kis túlzásra konzultáció, most nyilván nem a fejed fölött, de emlékszel, amikor erről folyt még Vitraival, meg mások bevonásával. De az a hátam mögött folyt. Szerintem a végén nem. De tény, hogy úgy indult, hogy akkor nem voltál ott, de nem azért, mert most kibeszéltük meg, jaj, de jó, nem vagy itt, akkor most kidumálunk, hogy ez milyen jó jelkép, és micsoda adokság. Tudom, én hallgassak, szóval azért én csak junior vagyok hozzá, de te vagy az igazi. De... Én konkrétan emlékszem, hogy ugye amikor felvételiztem a Kosba, és kellett... Igen, annak tudjuk, nem mondjuk ki a nevét. Igen, igen, a riporteriskolába felvételiztem, és kellett valamilyen bemutatkozást csinálni, és arra válaszként egy videót kaptunk tőled, és akkor te azt mondtad, hogy... Acél Annától. Nem, én csak tőled kaptam. Akkor késve jöttél, bocs, mert ezt régen Acél Annával, később Novodomszki Évával közösen is kapta. Igen, szóval neked. Én csak tőled kaptam, és azt mondtad, hogy kedves sorstársam, fölveszünk. Te látod, hogy ilyenek megmaradtak. Bennem meg tudod, mi maradt meg, hogy azt mondtad, de hát már csak így tudom idézni, hogy az volt a legnagyobb vágy, hogy azokat, hogy mondjam, kézzel fogni, érinteni, most nyilván feltétlenül a szószoros értelemben, akiket az ember látott a képernyőn, hogy az holnap oda jöjjön, és tanítson, és halljam, és osztályozzon. Nagy csalódás utána? Dehogy is. Hát Hajdú Faragó párostól négyest kaptál, mint most szembesültem vele sok. Ez így van, és sokáig szégyeltem is a dolgot, de hát... Hozzátszom, senki nem kapott ötöst abból a csoportból, igen, és írtak igen. Hozzá. Akkor szégyeltem volna csak igazán. Igen, hogy ők direkt szigorúak. Igen. Ez tényleg így volt, és tökéletesen megvan, hogy négyest kaptam, és meg is van nagyjából, hogy miket írtak nekem, de hát ez egy óriási élmény volt. Hát én emlékszem, hogy egy gyakorlat után késő este együtt villamosoztunk a Hajdú Pistivel hazafele, és akkor utána kézfogással búcsúztunk egymástól, hogy szevasz Pisti, szevasz Dávid. Wow. Hát ez egy akkora élmény volt nekem. Igen. A nagy öregekkel nem Hajdút számolom ide. ő is három gyerekes apuka ugyan már, hogy Vitraival, Balóval...
nyilván nem ugyanúgy tartja az ember a kapcsolatot, ezt senki nem gondolja, mint amikor együtt dolgoztatok, de megvan még ugyanaz a hang, nem? Így kérdezem. Vitrai, tehát Tamás nekem az iskolából például alig van meg. Ott nekünk csak egy előadást tartott, igen, ami nekem csalódás volt. Na. Tényleg. Lehet, hogy én vagyok az egyetlen. Nem, de, biztos, de te vagy a legőszintébb, azt tudni. De nekem az csalódás volt ahhoz képest, amit most te is idézted, hogy mennyire izgalmas dolog azokat a nagyokat látni. Nekem a Vitrai csalódás volt, mert úgy sokat nem is jegyzeteltem semmit, nem tudott hozzátenni. És akkor utána, amikor találkoztunk 4 évvel később már az MTV-ben, akkor onnantól kezdve egy fantasztikus kapcsolatunk volt, és remélem, hogy van is, tehát ő rá, én annyira fel tudok nézni, és bármikor, bármiben ki tudom kérni a véleményét, és ez mind a mai nap. Igen. Tehát vettem előtte egy nagy levegőt, szóval ez most már nyilván nem olyan a kapcsolatunk, mint volt régebben, amikor minden nap találkoztunk, de hál' Istennek most egy cégnél dolgozunk megint, úgyhogy egy csomószor van olyan, hogyha valami miatt kétségeim vannak, gondjaim vannak, akkor nem kérdéses, hogy kit hívok föl. És ő mindig nagyon készséges. Igen, ezt azért merem kérdezni, mert annak tanúja voltam, nem is fültanúja, csak szemtanúja, amikor telefonon hívtad, már mint úgy, hogy Vitraival levédeltem, és te Rómából hívtad a... Akkor vele voltál? Aha. Na, az nekem egy nagyon... Nagyon-nagyon fontos hívás volt. Igen, azt még így az egyik oldalról hallva is lehetett érezni. Akkor az volt, hogy 2009-es világbajnokság, hát azok után, hogy belecsöppentem ebbe az egész csodába, amit világéletemben szerettem volna, ugye úszó világbajnokságot közvetíteni, az a 4. úszó VB-n volt, és addigra már túl voltam 2 olimpián. Mert a 2003 volt. 2003 volt az első, igen. És... nyilván valamilyen szinten már volt rutinom benne, és mégis elkezdtem első nap közvetíteni, és éreztem, hogy valami nem stimmel. Uh-huh. És első nap délutánján sem stimmel. Második nap, tehát nem akart összeállni, és éreztem magamon azt, hogy hát ez közel sincs azon a színvonalon, amit én igazából tudok, és amit el is várnék magamtól. 10-es skála hányas? Hát nagyon nagy jó indulattal 4-es. Uh-huh. És miért? Mitől nem megy a szekér, ha nem megy? Nem jönnek a szavak, nem tudom úgy felépíteni a versenyt, nincs meg az izgalom, amit ugye egy sportriporter normális esetben hozzá tudna tenni. Tehát nagyon sok minden hiányzott. Hát olyan nem csináltam, amitőlre válaszoltál, hanem azt, hogy mi? Hogy van. Igen. Hogy mitől fogalmam sem. Hát, azért hívtam Vitrait. Azért hívtam, hogy most mit csináljak, aztán ő megnyugtatott, hogy megnézte, mondta, hogy nincs semmi probléma, figyeljek oda erre, arra, amarra. És a végén belelendültem olyannyira, hogy az utolsó napi közvetítés, akkor úszta hosszú Katinka 400 vegyest, az legalábbis az én fejemben úgy él, hogy az már 8 és feles volt. Tehát, hogy 8 és feles a legjobb mai napig? Szerintem igen. Igen. Uh-huh. Ugye mindig pontozni szoktam magamat, és mondjuk 8 és felesnél többet még nem nagyon adtam magamnak, de kérdezted, hogy még hát ilyenekre emlékszem konkrétan, hogy... volt egy 100 méteres mellúszás, ahol nem találtam el, hogy ki fog nyerni, hogy... Hogy ki nyert, vagy ki fog? Ki fog nyerni. Tehát, hogy előre nem... Hát az... Jó, de elvárhattam magamtól azok után, hogy néztem 20 éven keresztül úszást, hogy tudjam, hogy ki fog nyerni. Itre is úgy közvetített 72-ben Münchenben, hogy Gyarmati Andrea olimpiai bajnok lesz, aztán meg az egész ország így nézte. Jó, oké, de nem lett. De nekem meg ez elvárás volt magammal szemben. Meg, hányból hányszor találod el, ne viccelj? Hát 100-ból 99-szer biztos. Ne szórakozz. Jó, de ne állj, nem a rajtnál. De nem hát a rajtnál, világos. Hanem mondjuk 5 méterrel a cél előtt azért már... ott lehet sejteni. Hát jó, van, amikor 15-tel előtte is egyértelmű, és van, amikor nekem 5 centivel előtte se. Igen, de akkor van egy jó sportriporter, aki fogja a kezedet, és azt mondja neked, amikor közben otthon ülsz, hogy és ő fogja megnyerni, mert ott a hármason nagyon jön, és még van benne, és akkor tényleg ő nyeri meg. Tényleg. Az egyik ilyen legendavált kapcsolatban, hogy hogy te Vitraival először hangban ismerkedtél meg, igaz? Abszolút. Nem is személyesen. Igen. Hát átvevőként. Azt leszámítva azt a bizonyos előadást, amit ő tartott jó, nekünk. Jó, de ott százatokkal ismerkedett igen, meg, vagy igen. Nem tudom mennyivel. Ja, akkor úgy volt 2002-ben rövidpályás Európa-bajnokság úszó EB Rízában.
ő akkor jött vissza az MTV-hez, tehát én korábban voltam ott az MTV-ben, mint ő. Hát jó, csak ő már sokat szor, igen. És hát akkor nagyon friss volt, mert nem tudom, október-november tájékán jöhetett vissza, ez december legelején volt, és úgy személyesen még nem nagyon találkoztunk. Hmm. És akkor még volt ilyen intézmény, hogy átvevő, aki ugye annyit mond csak, hogy... nincs. Nem tudom. Szerintem nincs. Komolyan. Tehát szerintem nincs. És mi van, ha elmegy a riporter hangja? Jó, fölhívják Bobilon, akkor nem volt ilyen, de... Csak igen. Hogy a nézők is értsék, hogy mi az az átvevő. Várj, tudok szántós példát mondani. A, Erika, micsoda angolna. Volt? Az angolna, igen. Az a legendás néziféle, hát nem is közvetítés. Szerintem életedben ott hangzott el a legtöbbször a neved, ezt annyi ismétik. Dávid, ezt Dávid, te is megvernéd. Dávid, ezt te is megvernéd, Dávid, induljatok el, vegyétek igen. Föl. Tehát az itthoni átvevő, aki kezeli a, hát akkor tekercseket, ma már nyilván nem tekercs, elindítja a felvételt, archivál, adásba küldi, és így tovább. Na, és egyébként biztosítja a riportert arra, hogy minden rendben van, ugye? Képhangrendben. Gulyás Lacinak 15 percenként kellett a fülére szólni. Hát ezt belénk verték, hogy 15 igen. Percenként mindenkinek képhangrendben, meg hogyha bárkinek bármi fogfájása van, ha már Gulyás Lacit említed, vele volt ilyen, hogy akkor megbeszéli vele az élet nagy dolgait, mielőtt kezdődne a közvetítés. Meg emlékszel, azt még elkaptad azt a végét, hogy volt egy ilyen szappanos doboz, és annak segítsége lehetett bárkit fölhívni itthon telefonon. Hát ugye mobil nem volt, a crossbar akkor baromi drága volt, vagy interurbán, így neveztük, és akkor össze lehetett kötni feleséggel, bárkivel, ne neves. És ez volt a legnagyobb feladata az átvevőnek, kellőképpen diszkrét legyen, és jól tudjon ott, erre nem emlékszel? Nem, nekem ilyen már nem volt, nem, nekem a képhang rendben. Uh-huh. És akkor így ismerkedtünk meg a Tamással, hogy első nap megérkezett Rízába, mondtam, hogy akkor mit tudom én, fél óra múlva adás. Tehát jól Tamás. Szóltál a fülére. Igen, és akkor valami kapcsán nem tudom már, hogy mit kérdezett, és én szóba hoztam az aznapi döntőket, hogy akkor ez lesz, ezt vár, ez várható, az várható, igen, kiről mit érdemes, és akkor ezek úgy bejöttek. És hát Tamás meg gondolom innentől kezdve elkezdett figyelni rám, hogy másnap akkor megkérdezte, na mi várható, elmondtam neki nagyjából. És amikor hazajött, akkor találkoztunk, hogy akkor melyik is ez a szántó. Mm. Ez jó, mert ehhez kellett egy vitrai, de szemedbe dicsérlek, hogy kellett egy szántó is, mert azért valljuk be, hogy ugye olimpiára kisereglik a telesport népe, legalábbis ez így volt sokáig, és akkor bejön rengeteg új ember átvevő no-name szeretben, akinek az olimpia végén megköszönik a közreműködését, és viszlát 4 év múlva, illetve hát 1-2 választódik így ki, vagy hát 1-2-3. Hát 1-2. Nekem ugye szerencsém volt, mert engem még bőven olimpia előtt odavitt az egyik tanárom, a Suba, igen, aki aztán egy ilyen 3-4 évvel később valami díjra akart felterjeszteni, és megkérdezte, hogy kerültem én a telesportba. Ki ajánlott engem be? Kata maga kérdezte, igen, tőlem. Na mindegy, szóval én neki köszönhetően kerültem be, de ez 2000 februárjában volt. Suba Kata, aki mondjuk el, hogy telesport nem is annyira riportere, nem is annyira szerkesztője, nem is felelős szerkesztője, nem a lelke. Lelke, retteget, meg szeretett kisfőnök asszony, Isten tudja már hányadik cikluson át. Ő azért neked is retteget, meg szeretett is. Na, abszolút, igen. Tehát ugye ez kettőnk kapcsolata, ez már az iskolától kezdődően. Mely ja, az nagyon az furcsa volt. Igen. Igen. És tőle csillagos ötöst kaptam. Ez semmit nem jelent. Volt olyan, hogy már bocsáss meg, volt, akinek azt mondta csillagos ötösre, hogy de szíve szerint eltanácsolná, és volt, aki hármas fölé, mellé ösztöndíjjavaslatot kapott, szóval ő azért nehezen. Ráismersz. Igen. Igen. Tudod, ki dicsért meg? Jön, igen, az előbb idéztük, kis Kovácsi, ezt megtaláltam, aki rengeteg szépet, jót írt rólad, meg azért azt is, hogy ma már aztán igazán nem mondhatom, igazán mondhatom. Azt mondja, nehezebb feladat biztos tanácsot adni a pályakezdésre egy tapasztalatlan, kicsit félszeg, jól nevelt gyerekfélének, aki szintén te vagy. Igaz, persze, hogy a vizsgamunkáidban csak apróságokon érhető tetten az ebből eredő gátlás. Megnyúlt végtagjait helykeresésében, az ajakrágásban, a folyton ott bukáló szégyellős kis mosolyban. És azt mondta, hogy csak ne ijedj meg hát a magadért folytatandó küzdelemtől. Küzdelem volt?
egy szerencsés küzdelem. Tehát tényleg a pályámat, hogyha nézem, akkor ez ilyen sikersztori, és hihetetlen nagy mázlim van. Ott sírtál nekem a diványon, hogy a téli olimpiára mégse visznek ki. Ehhez már voltál szerintem legalább 21 éves, amikor ez a tragédia megtört, vagy annyi se. 20 és fél. Bocs. Na, hogy ez a tragédia megtörtént veled, hogy csak, mit tudom én, három, na jó, hányan mentek, hárman, négyen? Megígérték nekem. Tehát, jó, igen. Nem mondom, tehát én is kaptam pofonokat már a kezdetek kezdetén, már a riporteriskolában is kaptam pofonokat, tehát ezek arra valók, hogy az ember megedződjön. És mondom, ahhoz képest az, hogy én 18 és fél éves fejjel taknyosként bekerültem egy MTV-be, oké, megvolt bennem az alázat meg a szorgalom, és lépcsőről lépcsőre haladtam, de ahhoz képest tényleg sikersztori, hogy ott voltam 3 éve és képernyőre kerültem. Ott voltam 3 éve és kimehettem egy világbajnokságra. 4 év után kimehettem egy olimpián. De lehetett volna gyorsabban. De lehetett volna kicsit gyorsabban is, de most más mondját rá. A szorgalom hányadik helyen áll? Hát az első 3-ban biztos benne van. Valahol azt írtad, ezt már bevallom, nem tudom eldönteni, hogy iskolai dolgozat, vagy bármi más, hogy ugye mindenki mindig ezt kérdik az új riporterek, hogy mi kell ahhoz, hogy én is oda kerüljek, stb. Kitartás, céltudatosság, piszok nagy szerencse, mondtad, majdnem mindenki ezt a hármat mondja, de te azzal folytattad, hogy de leginkább, tehát első helyen, szorgalom. Hát én a szerencsét mondanám most az első helyre. Most már az elsőként? Igen, de... Gorral jár, igen, hogy az ember, igen. Most már másképp tekintek vissza. Mondjuk nagy igazságot a... Igen, jó kapusnak van szerencséje, szóval ott kell lenni. Nem, ez a szorgalom, meg alázat, tehát enélkül szerintem nem megy. Most lehet, hogy ez már ilyen hihetetlen nosztalgikusan hangzik, 33 éves fejjel. Nagy öregként. Igen, de nekem... Abszolút ez jött be, hogy bementem, és figyeltem, és próbáltam segíteni, és tanulni, és tudtam, hogy van még időm, tehát megint csak szerencsém volt, hogy ilyen hamar bekerültem, de tudtam, hogy ki kell várni a soromat. Mindig kérdezték tőlem otthon, mikor látunk már, ne hülyéskedjetek, 2 hét múlva a nevem ki lesz írva. Na jó, de mikor látunk, oké, mikor közvetítesz úszást? Tehát 2 év után eljutottam oda, hogy már csak 2 vannak előttem, a Knézi és a Vitrai. Úgyhogy... Igen, akkor telhetetlen voltál, de hát ez ettől nagyon jó. De ki kellett várni a soromat, és ez a szorgalom, ez mondjuk egész kiskoromtól kezdve meg volt bennem. Uh-huh. Úgyhogy ezt mondhatjuk adottságnak is, de én nagyon-nagyon ezt akartam csinálni. És ennek abszolút mindent alárendeltem, még az úszást is. Azért kicsit se fájt a lelked? Nem, sőt, örültem, hogy végre abba hagyhatom. Hát jó, igen. Én úsztam. Na jó, ez hülyes sportriporteri kérdés volt. 15 évet körülbelül. És jó, egyrészt szörnyű, másrészt meg azt mondom, hogy a francba, ha már 15 évet belefetszöltél. De nem volt tovább. Tehát, hogy tehát nem jöttek volna az eredmények. Azért tisztában voltam már nagyjából a korlátaimmal. Ifi koromban még jó voltam, és akkor utolsó évenben már fölkerültem a felnőtt korosztályba, ott meg 4.-5., ami arra jó, hogy hátba veregessenek, meg hogy edzőpartnere legyek a Rózsa Norbinak, de arra, hogy én komolyan bármit is elérjek az úszásban, arra az édes kevés. És persze várhattam volna még türelmesen, hogy de majd eljön az én idő, majd egyszer csak megnövök, mert még akkor mindig növésben voltam, és mindenkinek egy fejjel kisebb voltam, de közben meg elkezdődött valami teljesen más, ami sokkal-sokkal izgalmasabb volt, mint az úszás. És jó, Grudeszka lett volna a sportdiplomáciához. A közös tanítómesterünk Litrei azt mondja, hogy olyat kell kérdezni, amit még senki nem kérdezett, erről jutott eszembe, hogy ugye mindig elmondják rólad, hogy egyik testvéredet, illetve nem kell mondani, mert sokan tudják, ismerjük a színpadról. Eszembe jutott, hogy közvetítetted egyszer hugodat? Hugom, alapot. Ő ugyanaz? Nem. Vagy ő a harmadik testvér? Nem, hát van egy nővérem, aki hivatalosan... Várj, most nem tudom föltenni azt a kérdést, amit még soha nem kérdezett, hogy akkor ki a negyedik, akiről nem hallottunk. Tehát várjál, van akkor a színész, van a, gondolom, bolcúszó, igen. És akkor van egy negyedik. Aha. Van egy öcsém. Aha. Öcsém, aki 10 évvel fiatalabb nálam. Nem riporter, nem sportdiplomata, nem, de hát boldog és sikeres. Egy családban elég 2 bohóc, ezt szoktuk mondani. Igen? Hát a nővére meg én. A húgom is már rég fölhagyott az úszással. Az öcsém meg, hát ő még csak most fejezi be az egyetemet, úgyhogy ő még keresi magát.
Még lehet sportdiplomata. A kirándulásokat te abba hagytad, hogy nem csak sport? Most abba hagytam. Én nem mondom, hogy most abba hagytam. Hát, most hát, nem csinálom. Hát. Most úgy gondolom, hogy abba hagytam, de aztán nem tudhatom. Tehát ezt én mindig is komoly célként ott volt bennem, hogy azért egy kicsit kitekintgetni. És miért? Mert ott voltak a nagy példaképek, a Vitrai, Knézi, Gyulai, akik bizony csináltak mindenfélét. Igen. És a lelkem mélyén mindig is vágytam arra, hogy hű, egy választási műsorban ott látom a Knézit, és milyen menő lehet, és milyen jó lenne, hogyha egyszer én is, még ha csak eredményeket sorolok, de akkor is ott bemutassam magamat, vagy szórakoztató műsorban egy Vitrai, hát hány műsorba hívták őt, milyen menő lenne. Úgyhogy ez mindig bennem volt, aztán szerencsére jöttek is ezek a megkeresések. De azért most benne volt a hangodban, vagy belemagyarázom, hogy mindenféle, és ez igaz Szepesire, Gyulaira, Vitraira, Knézire, mindenki is, hogy volt olyan is, amit szerintem a 33 éves szántó már nem vállalna el. Nyilván akkor nem mondhatná. Az lehet, de a 23 éves meg boldogan elvállalt, és én ugyanúgy vagyok, mint az úszásra, hogy egy percét sem bánom annak, hogy... Csak jó volt abba hagyni. Te mondtad. Igen. Nem, annak, hogy én kirándulgattam mindenfele, volt is egy olyan mondat a Vitrainak, hogy Dávidkám, mindent el kell vállalni. Egy bizonyos ideig. Nekem ez ott egy icipici törés, hogy amikor ott hagytad az MTV-t, amit akkoriban talán még többen neveztünk királynak, királyi tévének, akkor, és elmentél egy akkor még, sportban is jelentős csatornához, de azért akkoriban talán még több vagy ugyanannyi volt a királyi televízióban, nem a sport? Nem lehet azt mondani, hogy egy rangosabban mentél, akkor így mondom ezt, és ezzel nem bántottunk meg senkit. Na de volt ahhoz, hogy már ott előre lehetett tudni, így szólt a hír, hogy a TV2 naplójában, ez meg már nem reklám, mert az nincs, dolgozgatsz, és ott csinálsz komoly, nem csak sportos. Hát azért a dolgozgatást, azt vond vissza. Na, én visszavonom, mert rendszeresen, komolyan dolgoztam. Sőt, jó, előre amikor... menekvési utat akartam neked, hogy aztán miért nem? Nem, amikor én eljöttem, eldöntöttem, hogy eljövök az MTV-ből, akkor első körben az volt bennem, hogy valami teljesen mást. És akkor legyen napló. És aztán akkor még nem volt benne a digi, hogy én sem mondjam ki. De aztán szerencsére így párhuzamosan jött a kettő, és ezt már akkor is úgy gondoltam, hogy szerencsére. Tehát, hogy azért a lelkem mélyén én mindig is sportriporter leszek, és ezt nem tudom, és nem is akarom elengedni. Miért is kellene? Igen, tehát, hogy ez volt bennem. A napló az egy hihetetlenül izgalmas kihívásnak tűnt. Tűnt? Persze, hát annak tűnt, hogy akkor ezt próbáljuk ki. És nem volt az? De az volt. Hát most hogy mondod másképp azt, hogy izgalmas kihívás? Volt számomra. Na mindegy. Jó, de akkor is visszakérni volt. Jó, igaz. Hát jó, azt nem mondhatod, hogy van. De lényeg az, hogy nem azért hagytad abba, mert megszűnt a napló, te előbb abba hagytad. Nem, még előtte elhagytam, mielőtt elsüllyedt volna. De hát annak is olyan oka volt, hogy választanom kellett, mert egyszerűen nem fér bele az életembe. Igen. Hogyha rajta múlt volna, és van mondjuk 30 órám egy napban, akkor simán. Simán. Tehát, hogy azt én nagyon-nagyon szerettem csinálni. És az volt a nagyon jó benne, hogy 10, vagy nem 11 év után hagytam ott az MTV-t, és úgy éreztem, hogy na most akkor valami teljesen más, és végre megint tudok tanulni és fejlődni. Tehát, hogy az már hiányzott ott a végén nekem, hogy kipróbálni magam, bizonyítani folyamatosan, és ott a naplóban egy-egy riportot megcsinálni, az komoly tanulási Melo. Folyamat, meg küzdelem is volt. Valahol azt olvastam, de nem tudtam eldönteni, hogy ez újságírói, már nem te, hanem aki írta rólad, vagy bulvár szereplői, iszonyú jó felütés, felhang, vagy létezik ez, hogy úgy hangzott, hogy két híradó között hazaugrom megfürdetni a gyereket. Dokumentálni tudom. Jó hangzik. Még el is tudom képzelni, hogy lehetett volna így. Hogy ez igaz volt, mert ugye annak idején a telesportban úgy voltak, hogy volt az este 8 órás. Igen.
főadás, és akkor még késő este 10-kor, 11-kor, nem tudom mikor, élőben egy késő esti sporthírek. És kettő között annyi minden nem történt, és akkor még viszonylag közel laktunk, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy ez ténylegesen megtörtént többször is, hogy akkor a két adás között hazaugrottam, gyerekfürdetés, mert ezt mindig is imádtam, be az ágyba, és akkor utána gyorsan vissza a stúdióba. Na akkor most mielőtt szememre vetik, hogy itt aktualitásokkal poénkodunk, hogy milyen könnyen meg lehet csinálni két híradót, akár gyerekfürdetéssel és más gyermekbetegségek nélkül is, akkor most tartunk egy kereskedelmi fél óra után egy kis szünetet, és akkor ugyanitt folytatjuk Szántó Dáviddal.